Az évad középpontjában az egyén és a társadalom közötti konfliktus szerepel. Ehhez válogatott a társulat vezetője különböző darabokat. A Szabadkai Népszínház magyar társulata az idei évadra 4 bemutatót tervez. Az elsőt október 22-én játsszák, mégpedig Kosztolányi Dezső, Édes Anna színpadi adaptációját. Az év folyamán színpadra viszik még Hans Alfredson, Tage Danielsson, Picasso kalandjai című művét, Tennessee Williams Camino Reáját és Friedrich Schillertől a Haramjákat. A társulatvezető apró titkokat árult el az előadásokkal kapcsolatban. Ez egy olyan komikus színpadi mű, amely halandzsa nyelvet használ, és végigköveti Picasso egész életútját, úgy a magánéletét, mint a művészetét, és a vizualitása és a mozgása is nagyon sokat épít ez az előadás. Majd Tennessee Williams nagy klasszikus következik, de egy olyan művel, ugye, amit még nem láthattak magyar nyelven. Nagyon ritkán játsszák ezt a művet, mert ez egy szürreális történet valójában, ahol keveredik az álom a valósággal, megjelennek a múltbéli szereplők, különböző irodalmi alakok jelennek meg benne. Emellett repertoáron maradt több korábbi darab is, amiket folyamatosan játszanak majd. Lesznek jubileumok, vendégjátékok, kiállítások, könyvbemutatók, és a Pataki Gyűrű díjat is kiosztják a Szabadkai Népszínház magyar társulatának most kezdődő évadában. A társulat drámapályázatot is hirdet. Nemre, korra, vallási és politikai hovatartozása való tekintet nélkül várjuk a pályaműveket. Tematikus megkötés nincsen. A részletekről bővebben a színházunk honlapján olvashatnak. A két nyertes pályamű szerzője egyenként 20 000 dináros pénzjutalomban részesül. Az átadási határidő október 9-e.